Sziasztok! Ez itt a Bezzeg az én időmben podcast évad indító adása, ahol a Jól van ez így című műsor két műsorvezetőjével fogunk beszélgetni az új műsorokról, a hírfogyasztási szokásokról és arról, hogy hogyan látják ők a saját társadalmi szerepüket, mint a 499. fehér férfiak által készített hírháttér műsor alkotói. Na, hogyha eljutunk ideg, akkor ez az lesz az a pont, ahol valószínűleg majd én is önkitikát gyakorlok, de meglátjuk. De azért nem menjünk. <laughs> Tudásban essünk, ja. Kövessétek be YouTube-on és Twitch-en, a jól van ez így, illetve a Bezzek Podcast Facebook és Insta oldalát. Én pedig megígérem, hogy mostantól majd fogok oda valami értelmezhető kontentet gyártani, ezt vegyétek ilyen újévi fogadalomnak. Most pedig kezdünk. Szóval sok szeretettel köszöntöm Nagy Ádámot, ciao. Hello, hello. És Szabó Márton Csokit. Csokival már találkoztatok az adásban, ő volt az erdőmérnök szakértőnk, amikor a fakivágási rendeletről volt szó. Most már ilyen másik média imágó kapcsán hívtunk el, úgyhogy most már csak ki lesz el. Én vagyok az első visszatérő vendég. Egyébként te vagy az első visszatérő vendég, igen. Wow. Én igen. Szerintem ez, ez menő. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon nagy az átfedés a Partizán podcastjének a hallgatói és a jól van ez így nézői között, hogy esetleg mégis van, aki nem vágja az adást, kíváncsi hogy ti hogyan definiálnátok ezt a műsort műfajilag, meg hogy mi történik ott általában. Sok helyen nem beszél így elő, úgyhogy ezt meg kell tanulnunk. Hát szerintem egy ilyen valamennyire a fókuszcsoport csatornából erődeztethető az egész, és abból valamennyire organikusan fejlődött ki, mert sok átfedés van így a stílusban, meg témákban. Hát mindenről beszéltünk, ezt direkt így akartam, hogy ne legyen az, hogy hogy valami témát nem veszünk elő, mert nem élik a műsorba, úgyhogy ez így nagyon kényelmes, hogy igazából bármilyen hírről beszéltünk, reflektálunk rá, elég szubjektívan és nem mindig túl kedvesen, de hát ez szerintem nem egy hírműsor amúgy, hanem egy ilyen vélemény műsor, és a, a, hírek meg csak így adják a témát, amire lehet beszélni, meg reflektálni. Igen, ez, ez képest néha objektívabb, mint egy csomó hírműsornak csúfol dolog, szóval ez nem a mi érdemünk, Igen. hanem Magyarország szégyene. Lehet, hogy ez a kulcsom amúgy tényleg, hogy, a, hogy, azért, azért tűnhet ez objektívnek, mert hogy, hogy, hogy ilyen a környezete. De amúgy én, én mondjuk szeretném is, hogyha valamennyire objektív lenne, meg mi mondjuk organikusan úgy szoktunk beszélgetni alapból Ádámmal, hogy a másik úgy is egy, egy másik oldalra fog fölállni, hogyha valaki, hogyha egyikünk kifejt egy véleményt, vagy kiáll, kiáll valami mellett, akkor a másik bele fog kötni. Úgy, hogy... Nagyon egészségesnek tűnik, nem? Igen. Amúgy, amúgy nem gondolom, hogy azért feltaláltuk a, valami óriási nagy dolgot találtunk, most ketten beszélgetünk témákról, aztán a, utána nyilván a vágó kezében vagyunk, hogy abból valami értelmeset összerakjon, kivágja a felesleges dolgokat, belerakja a saját stílusát, és azzal együtt áll össze szerintem egy ilyen ütősebb egészség. Borzasztó jó, sünnek hívják azt a... Igen, ez a, ez, a, ez névben született. Aki, egyébki... <laughs> aki, aki egyébként... Aki nagyon sokat ad hozzá, tényleg szóval hogy az, az a ritmus, amit, amit ő hozzá, de szerintem rohadt sokat emel az egész. De ettől lesz műsor szerintem, igen, hogy igen. nem csak így van egy élő adás, amit egy az egybe felrakunk, hanem hát az egész pörgősebb, jobban fenntartja a figyelmet, és ettől érzed, hogy igen, ez egy műsor, ez, ez egy ilyen kerek egész. Itt a Bezzek Podcastnek azért van egy ilyen generációs fókusza, és ennek kapcsán kérdezném azt tőletek, hogy szerintetek mi az, ami megkülönbözteti, vagy ami a legjobban elüt az eddigi ilyen hírelemző beszélgetős műsoroktól, amik mennek a tévébe. Gondolok itt egész konkrétan a korpás pajszú öreg a bájásóba, akiket így szoktatok emlegetni. Mi, mitől lesz más? Hát 30 év különbség van ennyi. 30 év van, mi is pont ugyanolyanok leszünk, nem? Nem tudom, szerintem, szerintem mi ennyire azért nem vagyunk elszállva. Bár, tehát... Még? Igen, mert nem tartunk ott, tehát igen. igen. akkor így lehet, hogy 30 év múlva pont, pontosan ugyanott teszünk, és egy, egy, egy bencsik, meg egy bajer leszünk. Igen, egy részében, egy aluljáróban is csak ordibálunk egymásnak. De, Ez a két út van. De ők, szerintem őt soha nem hallottam olyat, hogy ők valamire azt mondják, hogy én ezt nem tudom, vagy érted, hogy így valamihez alázattal állnak. És nem tudom, azért mi is, mi is eléggé bicska tudunk tenni, azt gondolom. De... hülyeségeket tudunk mondani? Orbitális baromságokat <laughs> tudunk mondani. Igen. Meg nyilván mi se tudunk úgy minden, de valahogy nem tudom, csak olyan kritikusan próbálnánk hozzáállni dolgokhoz, ezen az alapvetés. E, aztán persze van, amiben meg úgy mi is becsavarodunk, mint egy, mint egy bajer, de ők meg, én, én bármikor bekapcsolok egy bajer nagyjából mindig ugyanaz van. Hát ott meg e. nem következetes, hogy ugyanazon kiakadnak, hogyha egyik oldalt csinálja, de a másiknak meg, meg megbocsájtanak mindent. az, hogy ilyen öreg urak, akik a hatalom seggében vannak, imádják a hatalmat, és minden más színnek, ez, és ez nagyon izgalmas tényleg. De ez az egyik fel, de a másik meg az, hogy szinte mindig ugyanazok a témák, de ez, ez visszatérő dolog amúgy, a, nem tudom a politikai hobbistánál, meg a Pesti tv meg nem tudom, hogy egyszerűen minden egyes alkalommal az lmbt ról kell beszélni, meg, meg a dollár, dollárokról mostanság. Vagy nem Tehát így mindig egy-egy témát szoktak fölhozni újra és újra, és már egyszerűen... Érdekes, érdekes mindig, amit a kormány is épp kommunikál. Igen, de nálunk is amúgy oda kell erre figyelni, mert mi is így bele-bele hogy egy témáról ötször beszélünk egy héten, és aztán már ö, úgy kell kizökkenteni magunkat, hogy ne, ne csak arról... Hát tegyünk ki arra is, Most hogy ez az attitűd érdekel, mert ezen én is sokat gondolkodom, meg én is próbálom így valahogy trenírozni magamat arra, hogy valahogy a másik nézőpontot meglássam mindig, akár aktuál politikai eseményekről van szó, akár bármilyen értékrendi ellenkezőségről vagy különbségről, de egy napi műsorgyártásban ezért ez nagyon melós. Szóval, hogy minden nap szállítani a sót, és közben megtartani ezt az önreflexivitást, az szerintem nehéz lehet, és könnyen bele tud az ember bonyolodni ebbe az egész történetbe, és elveszíteni ezt a képességét. Erre figyeltek külön? Szerintem mi nem reflexzívek vagyunk, hanem csak minden kibe belerúgunk. <laughs> Sokkal inkább az van, hogy így nincs, nincs egy meghatározott pont, ahonnan nézzük át. Tehát a saját pontunk van, nincsen szekértáborunk, nincsen, nincsen egy oldal, ami ellen nem akarunk mondjuk beszélni. Ja, hogy nem az empátia mentén közelítitek meg a dolgot, hanem hogy ott a még nincsen belerúgva, bele kéne rúgni, hogy rendesek legyünk? <laughs> Igen. De... Egész jó. Én... Egész jó árszpot, jó nem tudok beszélni, de hogy nem, olyan a reflexiónk amúgy szerintem van, de hát szerintem egy egészséges korabelénknek azért kéne, hogy legyen, nem? Még nekünk más, mert nekünk jobban kell figyelni rá, de hát nehéz azt mondani, hogy most három év múlva majd nem lesz kurva nagy pofánk amúgy. Úgyhogy igen, lehet, hogy ebbe bele lehet csúszni úgyhogy most valami jó tippet várnánk majd valakit, aki megtartotta az alázatot. Val valahogy írjátok meg kommentbe, vagy Instagramon, vagy valami hasonló. Ez az segít a hosszú távon, szerintem az, hogy csapatmunka lesz majd, egyre inkább remélem, hogy ha ez sokáig tart és tud növekedni, akkor nyilván tök jó lenne egy szerkesztő, aki külön mindennek utána néz, és akkor tényleg nem az van, hogy most mi mit találtunk, mit olvastunk, hanem, hanem akár ha ezt megtartod, ezt a, hogy minden, minden, oldalt megvizsgálni, akkor egy szerkesztőbe például sokat tud majd segíteni, hogy, hogy jobban belás a témákba, és olyan dolgokat is találni, ami még jobban árnyalhatja azt, amit, amit, nem, amit ordibálunk. Szoktatok egyébként, kicsit vissza, visszakanyarodva erre az objektivitás, empátia, perseg, kérdéskörre, szoktatok olyan, olyat, olyan gondolatkísérletet eljátszani, hogy egy ilyen nem feltétlenül hívő Fideszes, de hogy, de hogy mégis egy ilyen keresztény konzervatív, nem tudom már ki milyen jelzőt érez magáénak ebbe a témában, hogy abból a perspektívából megnézve a tiadásotok, miért nem pesti tévés, vagy miért gondoljátok, hogy nem pesti tévés? Én nem, nem biztosan Fidesz szavazó, kéne érzem is nem? Szerintem sok de ez, tehát a fókuszcsoporton alapból nekem meggyőződésem, hogy nagyon sok konzervatív néző van. Én több konzervatív emberrel találkoztam már, aki, aki elmondta, hogy hát, hogy igen, hogy ő nézi ezt, és hogy szinte mindenben egyetért Ádámmal, de hogy van egy-két dolog, amiben nem, meg hogy ez a lipsiskedés, ez, ez nem tetszik neki, és akkor egyszer egy lagziba beszéltem egy mert mindketten természetesen megfelelően be voltunk embe és nem tudom, már harmadjára talált meg ezzel, és akkor mondtam, hogy na jó, akkor most kezdjük el, hogy mi az, amiben nem értünk egyet, hogy vegyük sorba. És, a, és egy nem tudom, felsoroltam egy öt 10 ilyen politikai témát, ilyen valami átfogót, meg, meg specifikusokat is, és valahogy így mindegyikben egyet értettünk. Uh -huh. és, uh, De, na, ezek rendelkezések voltak, vagy, vagy ilyen értékválasztások? Értékválasztások sokkal uh -huh. inkább, igen. És, és tehát tényleg nagy része egyetértettünk mindenben, meg nem tudom, akiket interjúztattunk a Bálnánál tavaly Olyan tavasszal. Tettek, ja. Teljesen. Most ez milyen hülyén hangzik, hogy ugyanolyan emberek, mint mi, te vagy én. bármelyikünk lehetne amúgy Fidesz szavazó, vagy DK szavazó, nyilván. De inkább szerintem a külsőségekben dől ez el. Az mondjuk lényegi különbség alapból, hogy mondjuk az ilyen Pesti TV, meg amiket említettél példának, azok ők bevallottan megvan, hogy ők ide tartoznak, és akkor nyilván ez van, és láthatóan feltűnően nem kritizálják az ő oldalukat. De én nem is gondolom, hogy mi bármilyen oldalon lennénk, mert mi, bár nyilván az ellenzék, most mit rúgjál még bele, már úgyis nem tudom, Nagyon fontos. Fontos, csak hogy ö, hatalomban azért eléggé, eltul... nyilván a Fidesznél van az összes hatalom, de attól még ugyanúgy röhögünk az ellenzéken is akármikor szívesen. Sőt, ö, van is mind röhögni, szóval most egy új a Péter szám megjelenik, akkor mit csinál az ember? Kapsoljon, hogy ja, minden jó, ami nem Fidesz. Szóval de ezt nem egy csomóan tudnak ezzel azonosulni, hogy igazából most mindkettő van, van mit kritizálni, hogyha a politikai oldalakat nézzük. Na, de ti csak hírekkel foglalkoztok. És uh, hogyan szoktatok ti hozzáállni ahhoz, hogy a hírek mentén, meg az események mentén, amiket választotok, megtaláljátok ezt a középső álláspontot? Hát nem, nem az alapján válogatod a híreket, hogy megvan, hogy mit akarsz elmondani, és ahhoz válogatod a híreket. Uh -huh. megvan, mondjuk én, én most szidni akarom a Fideszt, vagy én most egész az ellenzéket akarom megkézni, és akkor az alapján válogatod a híreket, hanem megnézed, hogy mi az érdekes, de ez egy megúszásra azért a kérdés, valamilyen hírszerkesztői elv kell, hogy legyen a mögött, még ha nem is tudatos, hogy mi az, ami bekerül száz hírből egy adásba. Ah, de jó lenne! <hállt> hát igazából végig szoktuk így pörgetni a, a főbb híroldalakat és hogyha találunk valamit, ami, tehát így be csak dobálni egy ilyen gyűjtőbe a, a híreket, és abból akkor kiválogatjuk, hogy mi az, ami, amivel mondjuk így egy, egy sorba lehet akkor foglalkozni, vagy egy, egy kalap alá lehet venni, akkor azzal próbálunk egyszerre foglalkozni. De tehát az az igazság, hogy a, a közélet meg a politika az annyi témát ad, hogy igazából mindig ott vagyunk egy-egy hétnek a végén, hogy jó, most már akkor ki kell dobni, nem tudom, a felét, amit beraktunk, mert soha nem fogunk a végére érni. Egyszerűen annyi téma van, ami fölmerül, és mindegyikhez tud kapcsolódni valami társadalmi mélyebb kérdés, amivel lehet foglalkozni. Hát nem tudom, hogy megválaszoltuk a kérdést, hogy ez is megúszás volt, de, lehet, te feltételezel valami óriási profizmus. Mondom. Nem, ez az amúgy hízelgő, hogy te azt, hogy sokkal tudatosabbnak látod ezt, a, mint azt, hogy jaj, nézd, itt van egy mókás hírbe dobtam, nézzük majd meg. Meg tényleg megnézzük akár, a, megnézed a Telexet, megnézed az Origót, megnézed a vadhajtásokat is szoktad nézni, nem? Szóval mindenfele. Na hát éppen ez az, hogy valaki, ezért is kérdezem, mert, mert szerintem van egy ilyen, és kíváncsi vagyok erről a véleményetekre, hogy, hogy van egy ilyen szerintem tök rosszul értelmezett objektivitás így a magyar emberek körében, nem a újságírókra gondolok, hanem a hírfogyasztókra. Mert állandóan az jön velem szembe, hogy hát én úgy olvasok híreket, hogy elolvasok egyet innen is, meg onnan is. És akkor ezt én kisilavizálom magamnak. Mm -hmm. És azt szerintem ez azért fasság, mert hogy ha mondjuk egy egyik oldalon van egy ferdítés, a másik oldalon meg van egy hazugság, akkor a kettő között te az igazsághoz kurvára nem kerülsz közelebb. Hát nem azt jelenti, hogy a, a origó és a telexet átlagolod, mert az origóra nem feltétlenül az érmész, szóval hanem inkább csak, hogy így vicces rajta. <laughs> De szerintem sokan gondolják azt, hogy ott egy másik aspektusát kapja meg az ember az igazság. Nem, nem. Én nem. tudom, hogy a ezen, igen, ezt én is hallottam, amiről te beszélsz, és lehetne így úgy csinálni, mint a ott lenne a közép, nyilván nekem hitelesebb bármikor egy telexik, mint egy origó, és akkor már, és akkor jaj, nem, most mit fognak mondani a, a pesti tévések, hogy akkor, de egyszerűen ez van. De ez nem biztos, hogy a telex érdeme, vagy nem csak a telex érdeme, hanem annak, hogy az origóból mit csináltak, szóval origóra tényleg csak azért megyek föl, hogy van valami vicces hír. Megott mm. Meg ott az index, amit most érdekes. Én, én azt szoktam nézni néha, mert ott uh, tudom, hogy az csomóan nem szeretik, mert hogy ez már nem tudom, a trójai falval a Fidesznek, de attól még ott mindkettő oldalról szoktak olyan hírek megjelenni, úgyhogy azt szerintem egy közelebb áll ehhez, mondjuk, mint, mint hogyha az origót és a telexet néznél. Szerintem az itt a kulcs, hogy nem lehet megspórolni a tájékozódást ezzel. Lehet, lehet ilyeneket mondani, hogy igen, hogy elolvasom mindkét oldalról, és akkor akkor azt gondolom, hogy megoldottam a helyzetet, de hát közben valójában az egyik oldal nem ír az egyik témáról, a másik oldal nem ír a másik témáról, szóval, és könnyen lehet, hogy mindkettő amúgy úgy általában hazudik valamit. De igen, vannak ilyen, hát végül is mondhatjuk, hogy van egy tier list, azért egy magyar hír, hírportál tier list, amin az origó, a 888, meg a nyugati fény az egy szinten van. Tehát aki, aki az Origóból akar tájékozódni, annak nagyon sok sikert kívánok, és valószínűleg tényleg sokkal jobban jár, hogyha már jobb dolgokat is akar olvasni, akkor elmegy az indexre, aztán szerencsét próbál. De valahogy nekem is mindegyik hírportállal megvan a rohadt nagy problémám. Most nem nem tudnánk az MTI-ről a híreket? Az MTI... Már ők onnan szedjük egy csomószor, nem? Én, én hát, Ja gondolom, de én azt is hallottam, hogy már volt, amit az MTI nem akart leközölni. Szóval az is már hekkel van. Azt mondta, hogy tökéletes. Igen. Közben nem azt keresem, hogy mondtad ezt a tier listet, uh, 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 olvasottsága, a legnagyobb online platform. Ja. NMHH-s kutatást találtam. Tippeljétek meg az első mondjuk ötöt. Én hallottam olyat, hogy a vadhajtások a legolvasottabb, de szintem ez komoly. Azt az Origón -ol olvastad. A vadhajtások. Ja. <laughs> Nem tudom. Az Index Telex Origó 444. 444 nincs, nincs benne, szerintem. Szerintem valami blik vagy ilyesmi hamarabb bent van. Hát igen, szóval, hogy az van, hogy főleg szóval magasabb az index, utána jön a Blick, 24.hu, és ott van az Origó a negyedik helyen, utána jön a TELEX. Mondjuk ez csalók, ugye, mert a freemail azt nem az Origóra dob ki, hogyha kijelentkezel. Kijelentkezik be a Frémérbe. <laughs> hát, hát aki mondjuk Origót olvas, de hogy ilyenekkel szórakoztak, hogy ugye megvolt véve az iviv, a mail, meg ezek, és egy csomó az így kidobott az Origóra. Szerintem a FreeMail még most is az origóra dob ki, és akkor ez számokban például jól néz ki. Viszont az origónak a legszarabb a szervere, mert az egy, így, hogy most mindegyiket ránézek, az origó az, amiért 10 másodpercet kell várnom mindig, hogy betöltsön. Meg hát ott általában a, a, hírek sem a legfrissebbek, mert tegnap is, amit néztem, ilyen valami repülőgép, baleset és 2018-as hír, de így a címlapon volt. A többi meg általában valami csacs. Vagy migráns, vagy dollárbaloldal. Egyébként van ez az elképzelés, mi szerint egy ilyen post-truth világban élünk, ahol már igazából a vélemények vették át a tényeknek a helyét. Szerintetek milyen hatása van egy ilyen műsornak, amit ti csináltok erre a jelenségre, ahol azért, mitem, én, 70% vélemény, 30% információ az, ami elhangzik. Mégis, mivel reggeli műsor, azért ez nagyon sok embernek lehet a napi hírfogyasztása. A tények meg a vélemények szempontjából ezt én is sokat hallom ö, értelmes és tanult barátaimtól is, és ö, nem tudom, nem, én nem tudok ezzel egyetérteni, szerintem ez nagyon nagyon fura a tények, de. mindig azzal, hogy nincsenek tények, csak vélemények vannak. De szerintem nem azt mondták, mindig... hát, hogy csak az van, csak hogy most. De, hogy egy egy fogyasztást... tényeken túli világban vagyunk, amikor inkább vélemények vannak, meg hogy nincsen. Én hallottam ezt is, hogy nincs olyan, hogy valami, valamire ki lehet mondani, hogy ebből, ebben a hírben ez volt a valóság, ez így történt valójában, mert mindenkinek van egy nézőpontja, és az, az soha nem lehet egy egységes kép. De amit hát. erről van szó, csak hogy a tálalás. Nagyon sok helyen már, már úgy tálalják, hogy már benne van egy kis vélemény, de azt szerintem nálunk pont azért, hogy itt egyértelműen benne van. Itt az a veszélyes, amikor, amikor már itt tálalva van hírként, akár az origón, vagy a nyugati fénynél, miközben benne van egy vélemény is, vagy, vagy az, hogy most melyik oldalát vettem elő, melyik melyiket mondom, melyiket nem, meg ezek az alternatív valóságok, amiben már nyakig benne vannak az összeesküvés elméletek, a világrend, meg a soros, meg a sok hülyeség, ami biztos van egy százalék valóság alapja, többit meg már hozzáköltjük attól függően, hogy nekünk melyik az érdekünk. Nem biztos, hogy ezen segítünk, de szerintem egy ilyen műsornál, ahol hülyeskedünk, rögcsélünk, egyértelműen véleményt mondunk, ott legalább lehet látni, hogy igen, az egy két ember, ott az arca, elmondják a véleményüket. A hír mellé, szerintem mindig is volt, de az, amikor már nem tudod, hogy mi a, mi a hír és mi a vélemény, mert nehéz kibogozni, hogy akkor most mi ebből a tény. Uh -huh. Ufo magazint is most néztük, több mint százezeren követik. Szerinted ott mi az igazság alapja ezeknek, hogy valaki látott egy fény, nem tudom, egy repülőt valahol, aztán... Szóval ez engem is nagyon fura, hogy beszéltünk, szóval került a Covid, és már jött a komment, hogy milyen hülyék vagyunk, hát ez már tény, hogy, hogy ez egy amerikai, izé, nem tudom, milyen összeesküvés, és így hát akkor tényleg nehéz lesz megegyeznünk a tényeken, hogy ő szerintem már ez egy tény, ami egy összeesküvés, és mindenkinek megvannak ezek a baromságok a fejében. Én, én ennek örültem, mert ez azt mutatja, hogy sokféle ember néz minket. nem gondoltam ezt? volna. Na mindegy, nem tudom, nekem nagyon szomorú ez az irány, vagy ami az elmúlt években látszik a Covid-nál, meg a háborúnál. Egyszerűen az emberek mindenkinek hisznek, csak a tényeknek, nem? Most e, mert a vélemény az jobban tetszik neki, ez jobban, ezzel jobban tud bájban, és a tények meg másodlagosak. Ezt nem erre is gondol ez a... igen, talán hogy elinflálódott a tény szó, vagy a kifejezés önmagában. Már annyi fasságra van használva, hogy ezért maradnak meg csak vélemények, mert nekem az a véleményem, hogy ez egy tény. <laughs> de érted, gyakorlatilag ezen megy a vita, akár a covid nézzük, akár a háborúnál is azért Háborúnán. szép dolg. De ezzel nem fel lehetne lépni, amúgy az, hogy azt mondja a Georg Spötle, hogy, hogy az ukránok kazettás bombával bombázák a nem tudom melyik várost, és akkor a mutat egy felvételt, ahol az oroszok bombázták Aleppót kazettás bombákkal, és akkor érted, ez... És ott van az a klip kiblőrözött Al Jazeera logó konkrétan igen, igen. a, felvételen, igen. Az egy... Nyilván most ez, ez a példa jutott eszembe, biztosan a másik oldalon is ilyen, csak azt mondom, hogy ez milyen érdekes, hogy ezért ez, ez semmi se követte. Tehát nincs az, hogy, hogy ki van mondva, hogy Georg Spötze egy hazudozó ember, mondjuk, vagy nem kap egy büntetést, hogy, hogy hazugságokat állított, vagy az origó az elvesztett x darab, mi ez, milyen per volt? Helyreigazítási perek, igen. Helyreigazítási per, igen, köszönöm. Ezután nem az van, hogy egyre magasabb büntetéseket kap, és mit tudom én, mondjuk a századiknál egy ilyen lufikat elengednek, és bezárják a, az, irodát, mert hogy egyszerűen egy hazug média. De, de is mondhatod rá, hogy tényleg hazug média. Ennek, ehhez kéne, hogy az állam figyeljen, de ő maga is benne van ezekben nyakig. Hát ez a Pesti tévén megy, a Pesti tévé YouTube csatornáján. Mi? Mit most mondasz? Milyen söptle? Vagy... Spötle. Spötle. Ott nyomja a Pesti tévén. Hát ott is, meg az út. Hát ez az, mondom, akkor meg mit várod, hogy majd az állam fogja őt? Igen, csak de attól még kimondhatjuk, hogy minek kéne lennie. Szerintem, ez, ez, szerintem mindig fontos kimondani, hogy mi lenne a normális, vagy, vagy, normális, igen. Igen, tessék, mi lenne a normális, lázadjunk mi normálisak. Normális szótól van még, mindegy, igen. De hogy, hogy mi lenne a korrekt. Hát de ez az, hogy már a Pesti, tv pötle is ugye a YouTube csatornán van. És nem tudom, nekem ez egy folyamatos dilemmám. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy vagytok ezzel. Hogy van egy ilyen csiki-csuki játék folyamatosan, hogy vannak elvárásaim a média felé, hogy hogyan kéne ennek a szarnak működnie. Amit csinálok, abban próbálom valahogy ezt meg is csinálni, vagy meglépni, vagy ledemózni az interneten, amennyire tudom. De hogyha meg nem sikerül, akkor meg mindig vissza tudok lépni, hogy ja, bocs, én csak egy YouTube csatorna vagyok. Nem sikerült, nekem. hát most kiadtak, hogy kelljen engem számon, hát örüljetek, hogy csinálok valamit. És akkor van ez a nagyon furcsa önbecsapás az egész dologban, hogy akkor most vagy elvárok valamit, és a mentén működöm, vagy azt mondom, hogy én csak egy YouTube csatorna vagyok, én most igazából renterként kezdtem, mi a faszé legyek én objektív. Hogy vagytok ezzel a gondolatkörrel, mert azért tényleg ez nálatok eklatása jelen van. Nem tudom, nekem pont ez, én gondolkoztam, hogy milyen tartalmakat szeretnék gyártani, és ez a, a hülyesség ellen, hogy lehet fellépni összeesküvések, átverések, amik mennek a, akár a Facebookon, az nyugdíjasokat, mikkel verik, hát ezekkel, és mindig arra jutok, hogy igazából akihez eljut, az amúgy is tudja. Nagyon nehéz, mondjuk azt, azt akit átvernek a hülyességgel, mondjuk az orosz propagandával, neki aztán hogy, hogy tálalod, hogy nézi meg szívesen a műsorod, és még gondolkozik el rajta, miközben szerintem azt a falat nem nem is tudom, hogy át lehetett orrni. Aki már ennyire benne van ebbe a izébe, már évek óta benne van ebbe a konspirációs elméletekbe, és azt most nem érdekli a tények. Hiába mondod el neki, nem fogja érdekelni. Már ha érdekelné már, akkor nem lenne benne. De az már ez a másik világ van. Te meg, a, ha más állítasz, az azért van, mert te meg, meg, meg vele vagy összeesküdve, ami tény nem tetszik neki, az, az akkor a nem tudom, a, a soros fizeti. Vagy a nem tudom ki fizeti a háttératalmak, és mindegy, meg lesz minden a magyarázat. Ez ilyen szélmagom harcnak tűnik nekem de vajon tényleg ennyi ember van ebbe így bele Egyre több. Na is úgy látom, hogy az internet nem segített ezen, hogy, hogy régen volt valaki, aki valami baromságot gondol, de itt most az interneten megtalálják egymást, és közösségek jönnek létre, és benne vagy a közösségbe, akkor már az egy ott tartó erő. ha láttátok a lapos földesekről a doksi filmet, nagyon érdekes, hogy mondhatom, ez az, az életed, ők a barátaid, ez egyszerűen mint egy szekta. És akkor ebből nehéz, nehéz már, mert azzal, hogy kritikusan gondolkoznál, azzal gyakorlatilag a közösségedet is elveszted. De ez meg innentől kezdve tényleg arról szól, hogy az ember az alapvetően be, tartozni akar valahova. És a legtöbb ember az inkább tartozik valahova, mint hogy gondolkozzon. Valószínűleg legalábbis. Hát ezt Igen, mutatja de régen a kiadakújt. Ne, nem ideológiák mentén szervez, de most már sokkal több közösség szerveződik, ennyi, ennyi nagyon ilyen ideológiák, politika mentén. És az viszont nem enged is... erre a kritikus gondolkozásra teret. De nem erre gondolok, hanem a csorda védelmére. Tehát az, az, az hogy van egy közös hobbitok, az nem jelent semmit, amikor, amikor, valami probléma lesz. Az viszont, hogy, hogy azt mondjátok, hogy ugyanazt gondoljátok a világról, akkor tehát egy hobbiban sose fog kialakulni egy olyan vita, amiben úgy érzed, hogy, hogy, hogy mit tudom én, hogy, hogy jobb, hogyha többen vagytok egymás mellett, és úgy vitatkoztok a másikkal, aki meg kevesebben van, mint a politikában, meg igen, hogy merre menjünk, meg nem tudom, meg, meg mi legyen az országgal, meg hogy, hova menjen ugye a pénz, és ebben szerintem az emberek sokkal kevésbé szeretik az ilyen szőrös kérdésekbe tényleg kidugni a fejüket, hanem inkább azt mondják, hogy akkor én, én, akkor nem értek mindenben egyet, de nagy részt akkor vele értek egyet, és akkor úgy definiálja magát, hogy jó. Akkor rá. nem, az a, akkor nem is akkor részt előzött, hogy merre menjünk, hanem hogy kivel. És akkor már igazából a merre, azt majd úgy sem mondom meg. Hát, itt mind a van példa, szerintem én annyit tennék hozzá, hogy szerintem az, az egy ilyen félreértés, hogy, hogy vannak a birkák, akik az küvés izét, meg vannak a kritikus gondolkodók. Szóval, hogy én azt Mindenki hisz valamennyiben. Egyfelől igen, másfelől meg az van, hogy szerintem a kritikai gondolkodás a belépő az, hogy azok, akik akiket mi most mondjuk lekonteósozunk, mm. azok a legnagyobb kritikus gondolkodók egy bizonyos szinten, érted? Ők azok, akik azt mondják, hogy na én most elkezdek kritikusan gondolkodni, és fél információkból ö, baromságokat állítanak össze a fejükben, de alapvetően ők a kritikus gondolkodás iránti vágyból keresnek egy másik világmagyarázatot, mint sem azt, amit a ATV, Hír TV, faszom tudja, bármelyik mainstream média közvetít. Szerintem ez fontos, hogy őket megtalálni különböző műsorokkal, és nem hagyni azt, hogy majd, mert hogy igazából szerintem az történik, hogy, hogy most mit tudom én, van a Gödény, aki ugyanúgy egy ilyen véleményvezér volt, és hogyha ő találja meg azt az alapvetően kritikus gondolkodásra nyitott embert, az baj. A lapos földesek, az antivaxerek, ezek így megtalálják egymást, és ilyen ezerszeresen kapcsolódnak egymáshoz különböző halmazokba, és ezeket felkarolja az éppen aktuálisan feltörekedni akaró jobb oldal. Lásd Magyarországon a mi hazánk, Amerikában a Trump-féle republikánus párt. Amúgy igen, jogosan úgy ez. Igen, ott kell lenni, mielőtt ez elkezdődik. De hogyha már az egyikbe így benne vagy, akár évek óta, az, az a nehezebb, hogy akkor innen hogy lehet ezt visszafordítani, hogy hogy mondjam, hogy hogy lehet átütni azt a falat, amit egyre nagyobb falakat felhúzol. Hát igen, kritikus gondolkodás néven, csak csomószor hiába ugye meg azt is olvastam, hogy igazából ilyen iskolázottság szinten nincs nagyon, szóval akár ilyen egyetemi iskolázottak is ugyanúgy mm -hmm. bele tudnak buzolni az összeesküvés elméletekbe, és csomószor a összeesküvés elmenetesek azok egymásnak ellenmondó összeesküvésekben is hisznek. Ilyenkor már nincs ott a kritikus gondolkozás, és nagyon kevesen vannak, akik így ebből, ez olyan, mint a buborék, aminek valami nagyon erős sok kell, hogy érjen, hogy ez kipukkadjon. Uh -huh. mint, mint amikor valaki kiszakad valami miatt egy szektából, valami, valami sok hatása, és akkor egy után tudja objektíven személyi basszus hogy lehetett ez az egész. De mondjuk ez nem csak a Fidesz hibája, de hogy itthon azért ők honosították meg ezt, hogy ennyire erősen rámennek erre a szekértábor oldalak, a másik oldal, és akkor így csapatokba sorolják az embereket, és akkor ennek való ez a vége, hogy valahova azért, jaj, somon szeretnének tartozni. De én szerintem a fiatalokban még van remény amúgy, ők úgy érzem, hogy kritikusabban gondolkoznak. Hiába ugye szeretik a öregek leszólni a fiatalokat, de szerintem nem biztos, hogy a fiatalok fognak mindenféle szkemnek bedölni a Facebookon. Hát de ők ebben nőnek föl, ők már jobban érzik, valami büdös az interneten. Ugyanúgy meg lehet a fiataloknál is, nem? Vagy ezt mondtad te is most, hogy, a, hogy, ő nekik is van esetleg egy kedvenc meg lehet, de a, emberi. fiatalok ebben nőnek föl az internettel, és láthatóan, én azt látom, hogy kritikusabbak azért. Hát tényleg hogy nincsenek ahhoz hozzászokva, hogy van egy tévé, ami amit bemond az, az akkor az a hírek. Na a propagandával is nehezebb sokkal a fiatalokat megvezetni. Én amúgy megnéznék egy korfát abból, hogy az a 30 százalék, aki nem hajlandó senkire szavazni, az, az milyen, milyen, korosztályokban oszlik el. És nem vagyok benne biztos, hogy a, hogy a fiatalok vannak a... Vagy valószínűleg nagyobb arányban vannak azért a fiatalok. A nyugdíjasok azok nagyon aktív szavazó réteg. Igen, ez tényleg érdekes lenne a bizonytalanoknak, akár a demográfiai, akár az iskolázottsági, akár a kor rajzokat megnézni. Lehet, hogy létezik egy ilyen adatbázis, és akkor most jelenleg a Fidesznél van már negyedik ciklusa. <coughs> De akkor nézzük is meg, hoztam néhány eltorzított híradó bejelentkezést, el van torzítva a bemondó hangja, hogy ne legyen evidens, hogy melyik csatornáról származik, és a kérdés lényege az az, hogy meg tudjátok-e tippelni, hogy vajon melyik orgánumba hangzott el. Na most ez nem kívánom senkinek, az lett volna elegáns, hogyha tudok hozni olyat, ami minden egyes vezető TV csatornának a híradójában elhangzott. Az elmúlt két napban nem volt egy olyan hír, amit a TV2 tények, az RTL híradó, az ATV híradó és az M1 híradó szerkesztői is fontosnak találtak. Szóval nem volt egy darab hír, amit minden négyen lehoztak, úgyhogy három van. Még ez is egy érdekes kis hogy addig várna, még nem lesz egy hír, amit mindenki lehoz. De valószínűleg ez nem politikai lesz. Meghalt egy szanad nagyon jól látod, ezt találtam. <laughs> Már nem az, hogy meghalt egy szelet, de hogy konkrétan a, a, a gyilokban történt meg a nemzeti minimum, ott ö, sikerült valahogy összehozni azt, hogy ö, legalább három a négyből lehozza. Úgyhogy hát rakom az elsőt, és igazából itt egy ilyen retorikai elemzése tud megtörténni a dolognak, de kíváncsi vagyok a érvelésre is, hogy szerintetek miért és melyik csatorna mondhatta ezt? Két migráns baleset is történt az éjjel. Jászent Lászlónál egy illegális bevándorlókat szállító autó sodródott le az útról, majd felborult. A jármű az m autópálya Budapest felé vezető oldalán haladt, amikor igazoltatni akarták a járőrök. A sofőr nem állt meg, hanem lehajtott az autópályáról, de az autó egy kanyarban lesodródott az útról és felborult. A sofőr a helyszínen életét vesztette. Rajta kívül 8 külföldi tartózkodott a járműben, akik valamennyien megsérültek. Én, én ezt, nem egyet mondanám erre. Ja, nem, nem, nem hallgatjuk a -e mindet? Az, az is lehet. Az is lehet. Jó, akkor második. Meghalt az embercsempész, aki menekültekkel teli kocsijával ott az útról és felborult az autójával Jászlát Lászlónál. A sofőr beszorult a roncsba és már nem lehetett megmenteni az életét. Nyolc ember szállított, mindannyian megsérültek. A rendőrök az emetes autópályán figyeltek fel a túlzúfolt kocsira, igazoltatni akarták, a sofőr menekülni kezdett. Néhány napon belül ez már a második hasonló halálos baleset. Hm. És a harmadik? Szörnyet halt egy embercsempész, miután autójával lesodródott az útról és felborult hajnalban Jászlát László közelében. A rendőrök igazoltatni akarták a 45 éves lengyel férfit, aki azonban nem állt meg, elszáguldott. Kiderült, hogy 8 szérmigráns csempészett a furgonban, ezért menekült el a rendőrök elől. A sofőr roncsba szorult és meghalt. A 8 utas közül mindenkit kórházba kellett vinni. Mi, mi a választani lehet? RTL, M1, TV2? ATV. A TV. És az ATV az melyik? Az a gyurcsány? Hát ez mi? egy jó kérdés. Ez <laughs> a higgyűd is, német Sándori. Én azt mondom, hogy az első volt az emény. Azt mondom, hogy második az RTL, az tuti. Az az egyetlen, a menekült szó használták a migránsok helyett. Igen, ez elég árulkodó már önmagában a szóhasználat. Én azt mondanám, hogy a második amúgy az ATV volt, és a harmadik volt az RTL Klub. De, de lehet, hogy nem nem Nem, szerintem a, nem. A, az, hogy menekülteket mondanak, az, az a RTL. Jó, de az ATV, az is ellenzéki. Nem tudom. Elvenzéki. Mi az az ATV? Éltemben láttam, hogy ATV híradó. Hány <laughs> 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 évesnek nézem Most már így kezdem, kezi összekavarodni a fejemben. Annyiszor mondtam ki, hogy ATV, és már egy az M-szat jele van benne a fejemben, meg nem tudom. Hát nem tudom, amúgy az első és a harmadik között nehéz különbséget tenni. <laughs> Igen, az első és a harmadik. Az első az az, 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 mert... az az M1 talán, mert ez egy kicsit hosszabb volt. Én azt mondom, M1 RTL TV2. Tessék, az én tippem ez így nyert. Ez volt valóban a sorrend. Igen, a szóhasználat az elsődleges, ami ami evidensé teszi azt, hogy egyetem melyik oldalon történik a hírodás. Illetve amit én még figyeltem, az, hogy mitől M1 az egyik, és mitől TV2 a másik. Hogy a TV2-n ott nagyon okosan dramatizálva van az egész történet. Ott úgy van elmondva a hír, hogy szörnyet halt, ezzel kezdünk, valaki, aki az autójával ment, mire kiderült, hogy tele van migránssal az az autó. És szóval, hogy ez így egy ilyen érdekes dramaturgiai évet befut, még az m csak az elején elmondják, hogy migráns halott. már rögtön tudod, hogy mit kell gondolni. Igen. Valahol a TV2 az a tévéknek az origója. Vagy <síl> 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 Igen. Nem tudom, melyik sertőm. <síl> Jó, akkor kérdezzük meg erről az utolsóba játszót, hogy szerintetek ez akkor honnan származik. Egymást érték a válságok, az elmúlt években a világ a veszélyek korát éli, Magyarország viszont minden krízisből erősebben tudott kikerülni. Ebben kulcs játszik, hogy a magyar kormány a nemzeti érdekeket tartja szem előtt. a Blomnici Zoltán szerint a baloldal politikusait viszont kilóra megvették, jól látszik, hogy idegen érdekeket képviselnek. Ez nem a, a, az a nagy darab csávó? Milyen neve? A balázs amilyen Valamilyen balázs. balázs. Az ő, Aki már nincs ott, szóval... Mende <laughs> Balázs. Mende Balázs. Lehet. Nekem Mende Balázs vibe van. Vaj van ettől, de hát ez nem megy. Ez egyértelműen nem megy. Kérlek, a TV2. Ne viccelj! TV2, igen, bár valóban a menneballást meg szégyenítő retorikai képességekkel van felhúzva ez a szép szabad vers, hogy minden lángol, csak mi nem, de, de ez éppen, hogy TV2. De... Láttam magam előtte, hogy az M1-en mondja be valaki. Hát a menneballás. Én még csak nem is Én rá gondoltam. Végem de. volt ilyen egy adát, és akkor egy percekben így a baloldalt. Igen, de ez egy hír volt, itt éppen idézték a Domnicit. Elejésze sose értem. Mire átáll az anyam erre a torzított hangra. Igen, bocsánatot kérek mindenkit, hogyha egy kicsit túl jól sikerült, és így kárt tettünk bárkinek a készülékében, ami lejátszotta az adást. <coughs> Szerintem azért nem olyan nagyon fontos ezeket hallgatni már, mert nem tudom, ugye tényleg nem azt kell nézni, hogy mit mondanak de akármelyik politi politikai pártnál igazából lehet ezt mondani, hogy tényleg azt kell nézni, hogy mit csinálnak, és hát van egy oldal, aki ugye csinál valamit, erről meg, meg lehet a véleménye mindenkinek, van egy másik oldal, ami meg nem csinál semmit, és nincs is nagyon, nincs nagyon látnivaló, és most ez, erről, erről, lehet itt tényleg a fingból ostort fonni, vagy hogy szokás volt mondani, hogy akkor ezt így, elmondja a híradó, hogy mi történt, de Á, nem. Azt akartam kihozni, hogy végül is az alaptények azok ott vannak, de nincsenek ott. Egy m híradóban igazából nincs, nincs nagyon mit, meghallgatni, meg megnézni. Volt egy meccs, akkor annak az eredménye azt normálisan elmondják, de azon kívül... Az nincs tény. ott nincs, ott nettó propaganda. Tartunk, meg a klasszikust akkor. De az, hogy még a világban van tény, csak az m híradóban nincs, Német Balázs nincs. És a jobban ért a tényekhez. híradós Nem <laughs> <Miradós>, hanem sektitán. <gül> <gül> Egyébként nektek miközben kicsit rátérve arra, hogy nektek volt olyan téma, ami akár azért tér vissza rendszeresen az adásban, mert hogy effektíve azt érzitek, hogy, hogy ez így fontos. Hát, ami kicsit így mémesült, az a volt. De hát nagyon, tényleg nagyon az elején vagyunk, úgyhogy Úgyhogy annyira nem is lehet ilyenekről beszélni, de a, a, az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozataláról volt egy időszak, amikor sokat beszéltünk, de... De tényleg, azt érted mitől érdekel ennyire? Ez egy nagyon fontos téma egyébként, én adom, csak meglepett hogy pont ez. <laughs> én szerintem ez, ez, ez a rák fenéje az egész országnak. Mm. Hogyha, hogyha megnézed a cseheket, meg az lengyeleket, ahol elméletileg ott ki lett söpörve a a titkos szolgálat és a vénkommancsok el lettek zavarva, és ott a lengyeleknél már egy 10%-os kommunista párt is megfért 10 éve, és ezzel nem volt senkinek akkora problémája, mert tudták, hogy nem azok a kommunisták, akik a körmöket tépték le, meg nem tudom. Nálunk meg hát nem, nem biztos sem, hogy mindenki eltűnt ezek közül az emberek közül, és hát én nem feltétlenül gondolom, hogy aki a kommunizmusban vezető szerepet töltött be, az, az, az mindenképpen a, ennek a közösségnek, ennek a 10-15 millió embernek az érdekeit tartaná leginkább szemedőt, hanem leginkább a saját túlélését zsarolható. Hát, hogy csak kíváncsi vagy. Amúgy ez, ez, a reményed, hogy, az, hogy, ezzel majd el lehet zavarni a gyurcsányt vagy az Orbán, de szerintem még ezt is túlélni az Orbán kétharmaddal, hogyha kiderül, hogy ott az ügynök aktája. De most már azt is mondják, hogy nagyon le vannak csupaszítva ezek az akták, amik még megvannak, és már kár lenne ö, nyilvánosságra hozni, de szerintem mondjuk, ha már beszélünk róla, az már egy nagyon fontos dolog. Hogy, hogy legalább legyen az embereknek a tudatában már, hogy itt nem arról van szó, hogy volt egy rendszerváltás, és akkor eljött a szép új világ, értünk, és, és megváltott minket majom Jézus, hanem a... Már nem belém. De ha, hanem, hanem, hanem a problémák velünk maradtak, és, és ugyanúgy velünk élnek, és soha nem lesz igazán dibol olyan, hogy hátradülhetünk, és azt mondhatjuk, hogy most már minden jó lesz, nem. Valakinek mindig kell majd foglalkozni. Inkább az a vicces benne, hogy miért nem? Akárki volt kormányon, inkább ez az érdekes, hogy ezek szinte, akkor senki nem szeretné, és miért nem szeretnénk, mert ők vannak benne, vagy a Orbán nem örülne, hogy a Gyurcsány benne van, amit szeretné még ott tartani. Hát ez az egyszerűség. Ugye senkinek nem terhelő bizonyíték, ezt még se akarja senki nyilvánosságlózni, itt, itt az érdekes így 22-es csapdája. Én ebben tudod, mit látok egyébként? Én ebben a... Gyakran, gyakran, merült fel ez a rendszerváltással, meg a piacgazdasággal kapcsolatban is, ez az érvelés, ez a, ez a felülről való leereszkedő érvelés, hogy nem érett még eléggé a magyar társadalom. Na most ebben ugye az a fasság, hogy soha az életben nem lesz érett rá, hogyha nem kezelett felnőttként a társadalmat. És itt is ez lehet, hogy a visszatartó erő, hogy ja Istenem, most akkor itt ez kaszát kapát fognak ragadni az emberek, és lemészárolják nagyapát, ha kiderül róla bármi miközben meg én nekem is volt egy ilyen élményem a Mások Élete című film, ami az utolsó öt percében így, így azt hittem, hogy átválsz skifi be ugyanis ott megtörténik a rendszerváltás a filmbe, és a rendszerváltás után két héttel a faszika bemegy, és kikéri az ügynök papírjait, hogy ki jelentett, micsoda, és azt mondják, hogy itt van tessék. És mondjuk, mi? De ez nálunk is így van. Hát nálunk is Volt. így van, csak hat év diléj, két év diléj, mire megkapod, meg mire Am keresik olyan... neked, igen. Jézus. Hogyha neked van, vagy hát más emberét meg nem is kérheted ki. Hmm. Szóval, hogy van ilyen, csak mondom, évek, mire kikeresik. Ha arra meg bement, és akkor így megkaptál. Mondom, jaj, de rohadt érdekes. És arra meg nem gondol senki, hogy most az van, hogy el van hazudva egy trauma a társadalomtól, nincsen kielve egy trauma, nincsen feldolgozva, nincsen tudásunk, azt majd görgetjük egymás előtt, vagy magunk előtt még hat generáción túl. Tök jó. Igen, meg ebből mit, mit tanul meg a, a, következő generáció, hogy ez a besúgás az igazából soha nem fogod emiatt megütni a bokádat, úgyhogy ez egy kurva jó kifizetődő mutatvány. Na igen, de Ádám, neked volt ilyen ügyed? Mert én látom neked inkább, a, a, film és a média kritika az, ami tovább él a fókuszcsoport után, a, jól van ez ígyben is. Hát vannak, de annyi hülyeséget láttam az interneten, hogy nem is tudom, mit válaszszak, szóval tényleg az összeesküvésekről beszéltünk, de hogy a live kocsoktól is kivagyok, ezektől a pénzügyi tanácsadóktól is épp kivagyok, ezek a nagyon nagy himsovinista közegektől, az incelektől, Facebook csoportok, amikbe alászálltál. Szóval nagyon, nagyon sok irányba lehet menni. Hát a celebek között is van mit kritizálni. Hm. Hát meg egyébként igen, vannak az inszelek, amiket mondasz, meg a She Life, amivel most van egy kisebb bífetek. Egyébként én nekem nagyon szórakoztató ennek a műsornak a szexizmusa hogy ő, nyilván dobáljátok ezeket a lózungokat, de hogy, de hogy ezek olyan lózungdobálások, amik valahol így kicsit így kifacsarják a, a, valóban ezeket komolyan vevő embereknek a szókészletéből ezeket a dolgokat, és így devalváljátok. Egyszer csinál belőle. Igen, igen igen. igen, igen, És ez egy fontos dolog. Kérdés, hogy ezt így értik-e egyébként a nézők, vagy kapjátok-e vagy kapjátok meg azt, azt, hogy szexisták? Értik amúgy a nagy része, aki minket néz, ami fókuszcsoporton is felenő volt kb. Szóval értették. Mert volt, volt ilyen, de már többször példa. Mondjuk igen, azért nehéz ez az irónia, mert amikor Potyin ironizáltam, akkor is engem nem értették, miközben a Potyondi rajongók ki voltak, és ők nem értik az iróniát, akkor érdekes. Szóval ez is szelektív az ember, hogy hol érti az iróniát, meg hol nem. De szerintem, de hát, ha nem értik, nem értik. Nem lehet visszafogni magad, mert hmm. az nem, <SZ> nem, érdemes. nem szeretem. Pont ma mondtad, hogy ez megöli a humort, hogyha... Hát, igen, hogy olyan lesz, mint a A Adás, hogy hát ki kell parodizálni Orbán, de hát de mivel parodizáljuk ki, aztán az semmivel. Igen, és csak mond egy beszédet, amit amúgy is elmondhatna, és be van vágva nevetés alá. Ez Van még itt egy topik, amit, amit igazából úgy írtam fel, hogy Ádám Empire, ez nem feltétlenül. azt, hogy fehérek vagyunk, és ezzel volt bajod az elején. <laughs> ne, hát, de azt meg tudod, hogy még egy másik, másik jelenség, ez a White Mail Podcast, mint olyan, ez egy ilyen ez egy jelenség. De, bár, de bármikor meg lehetne nézni egy jó női podcastot, ha lenne. Hát, há de miért van? De, mi meg, megakadályozza bárki, hogy csináljanak nők ilyet? Nem. Partizának is most van egy csomó podcastja. És Arról is, is akartam beszélni egy kicsit. De ezt no. lehet, hogy ki fogjátok vágni, hogy... De nem, figyelj, egyébként rendteljél, én ezt akartam, tényleg akartam önkritikát gyakorolni, csak aztán elfejtettem. Nem, nem, a, ez nem feltétlenül a podcastek, hanem az egész tálalása, az... Szóval itt van egy rakás podcast tartalmatok, és ilyen hülyén van tálalma. Ma mire gondolsz? Hát, hogy nincs, nincs egy YouTube csatornája ennek külön. Hát, mert ez az podcast. Ez, ez nagyon megható, csak hogy ezt ez nagyon korlátozott emberhez tud elérni. Miért nem csináltok egy vagy tudom, hogy nem a te döntésed amúgy, gondolom, de hogy, hogy a, a Spotify-on nem tud terjedni. Oda már célzottan mennek az emberek. Miközben ezeket a, a ha csak úgy lenne feltettve, hogy ott, a, itt van a Bezzek Podcast, és ott csak egy waveform megy, és YouTube-ra lenne egy Partizán Podcast nevű csatorna, az tudna terjedni Organikusan ajánlásokon keresztül, ott hozzá lehet szólni, az is segítem úgy, hogy az emberek úgy érzik, hogy oda mondhatják, hogyha valami nagyon kikívánkozik, de Spotify-on nincsen olyan ajánlás, hogy feldobja nagyon. Hát azt nem tudom, hogy mit dob fel, meg mit nem. Most ugye volt egy migrálása az izéknek, amiket az előző adás végén bepromóztam itt, hogy, hogy kövessétek be a Partisan Podcast csatornán, mert most már ott vannak az adás aztán rájöttem, hogy aki ezt hallgatja, azt tudja. De igen, valóban, hát figyelj, nem tudom, ezek stratégiai döntések, amiket nem látok le, de az biztos, hogy nincs olyan Ez rossz döntés. aki... Jó, de az meg megint hogy néz ki a YouTube-ra felmenni egy ilyen izé formos csatornával? De, de csak nevén. az, hogyha valaki egy csomó vannak, hogy á, most benyomnék valamit, és automatikusan YouTube-ra mennek fel, hogy benyomjanak valamit a háttérbe, és akkor ott nekik ott a lehetőség, és ha benyomja ezer ember, akkor ezt még ezer embernek kiajánlja, és ha mondjuk jön valami vendég, ha mondjuk eljön a, nem tudom, a mondjával, mondjuk mi eljövünk, itt vagyunk, akkor ezt ki fogja ajánlani, ha jól van az így nézőknek, és organikusan eljut hozzájuk, és így lehet építeni egy dolgot. Szóval a tök jó, hogy fönt van spotify de szerintem az, az, nem elég ahhoz, hogy ez jobban terjedjen, mert hogyha most valaki nem tudta meg, hogy eddig van, az sokkal nehezebben fogja meg tudni, hiába nézném. Hát igen, ebben igazad van, de félj, akkor meg ott van az, hogy ha már kimegy YouTube-ra, akkor már nincs kép, ha már nincs kép, akkor még nincs bevilágítva rendesen, hogy hogyha már be van világítva rendesen, akkor miért nem a rendes csatornán. Ezt mindig lehet, azt kell hogy ez van, ez egy podcast, és itt most így megy, majd, hogyha nézitek elegen egyszer, lehet, hogy lesz videó, de eljuthatunk addig, hogy ott van akkor a péntek esti partizán, abba is bele fognak kötni, hogy miért nincs ez meg az, de hát ez az egy dolog. Hát igen, ez valóban nem az olyan hatáskör, mert ezt jól látod. De egy elmondtam itt, hát ha valaki meghallgatja, akinek a hatásköre. Ráadásul egy csomó podcastetek van, nem? Tehát, hogy egy, 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 kb. minden napra jutna egy, egy műsor. A partizán úgy hogy nem mer egy külön csatornát sem. Annyi műsor van, hogy szerintem én mi is nagyon féltünk, vagy nálunk is ez volt, ugye, hogy az ennek kell egy külön csatorna, és én is féltem, ugye két hónapig ment a fókuszcsoporton, és most elindult külön csatornán, és most még ott 40 ezer feliratkozó van, de ugyanannyian nézik, mint eddig. Sőt, már az első részt megnézték egy 000 százezren, úgyhogy egy új, új csatorna, szóval ettől nem kell félni szerintem, csomó YouTube csatorna, így diversifikál, VR, Nesza, hogy van öt csatornájuk, és akkor így szerintem ez működhet. Átlátható. Átláthatóbb, igen. Bár. Hát figyelj, még mi növünk, szóval még simán elképzelhető egy ilyen is egy ponton, de ha már behoztad a vr azért írtam fel ide, hogy Ádám Empire, mert azzal most én nem fogok titkot elárulni, mert ti is mondjátok többször, hogy ugye ti most a Pam kutyával, a Just With Mennel, és mellette még Duszka aki nem egy youtuber, de már neki is van Twitch-e, meg Tekivel, vagy egy irodában vagytok így. Uh -huh. És hát tulajdonképpen létrehoztál egy közösséget. Most így, egy olyan közösséget, ami így a magyar YouTube-on belül így szépen lassan elkezd intézményesülni, és már ti is gyakorlatilag egy, nem tudom, ma hány órás műsor sugároztatok? Hogy ez kicsit nekem olyasmi, csak sokkal közösségi, mint amit a VR ki tudott építeni egyedül a YouTube-on, ahol gyakorlatilag 0 vagy nem tudom már milyen sűrű megy az adás, és, és egy teljesen intézményé vált YouTube-os történet. Nálatok is ez a cél? Mit gondolsz erről az egészről? Hogyan tervezed ezt az egész közösségépítést folytatni? Szerintem az irodának az ennyi köze nincs, mert közös tartalmak majd lesznek, de az mondjuk nem lesz több sokkal szerintem, mint amúgy is lenne mondjuk azzal, akivel szimpatizálsz. Hát nem is arra gondolok, hogy most egymással kollabolgatni lehet, de az, hogy együtt vagytok, biztos dobáltok egymásnak ötleteket, kölcsönadtok kamerát, ezek olyan bagatel dolgoknak tűnnek. Ja, hogy... igen, ez van, voltak, vannak emberek, akik, akikkel így jóba voltunk, senki sem otthon akart ezt nyomni, mi is épp új kerestünk, ők is gondolkoztak, és akkor így összeálltunk, és így egységben az erő, mert tényleg úgy tök jól lehet beszélgetni, jó a társaságot szólt, az inkább egy ilyen hangulatot ad, egy ilyen nyilván szakmai dolgokról is tudunk beszélgetni, de inkább azt, hogy van egy ilyen jó közeg, ahova jó bejárni, a jó fejemberek vannak, ahol jól tudunk beszélgetni, ha másról is. Szóval ez, 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 a része. De a másik meg ez a hogy a csatorna, meg az, hogy most már ez egy kettő csatorna, ezzel hogy lehet tovább menni nekem, meg nekünk szerintem vannak terveink. Én szeretnék háttérbe, szívesen elindítok műsorokat, amiben én nem akarok szerepelni, csak az, hogy adunk hozzá a hátteret, segítséget. Én nekem ilyen terveim vannak, hogy semmi közem nincs hozzá látszó, csak a háttérből. Mert én most oké szerepelek, de amúgy nekem ez a műsorkészítés az nagyon tetszik, és ahhoz nem kell, hogy állna ott legyen a pofám is szerintem. De nekem úgy tűnik, hogy ez a közösségépítés, ez mindig fontos volt, nem? A hat lépés is egy közösségnek indult. utána most az is egy döntés, hogy egyszer költöztök és közösségként dolgoztok, meg az is egy döntés, hogy, hogy közösség találkozókat csináltok, a, a, a jól van ez így jel. És azt gondolom, hogy ebben a mai világban például az egyik legfontosabb dolog ez a közösségépítés, mint olyan. És azért érdekelt, hogy, hogy mintha ez így végigkísérnének így a munkátokat. Most így mondott tényleg amúgy, de ez nekem valahogy ilyen természetesen jön, hogy így hogy a baráti társaságunk is elég ilyen régóta összetartó nagy, és így Főleg itt szerintem az ember vágyik is arra, hogy most ilyen online dolgozunk, és hogy így egy kicsit ebből kilépni, találkozni az emberekkel, mindig jó élmény. Nem tudom, nekem ez így természetesen. Nem tudom, te, te, te is mondjál el, amit csak kell. Um... Mi okosat? Nem azért tartalak, hogy itt mar csendben maradjál. Ja, tessék, most már zavarba jött az Ádám, úgyhogy valaki Nem cím, tudom, pontosan, kell. hogy. De... Ádámnak amúgy van, van két nagy erőssége. Az egyik, hogy, hogy vagy hát három, hogyha mellé veszük azt, hogy így ráér ez a trendekre, meg a... Ez hát nem mindig volt így. Egyszer véletlenül. Föl kell kerülni az irágot. autópályára a fókuszcsoportra, és akkor már csak ne, azt kell, hogy ne, hogy leessünk róla. Jó, de hát nem estél el, nézd meg, el, egy csomóan leestek. Fölépítetted azt a csatornát. Ezt, ezt, igen, tapsold meg magad, Ádám nagyon ügyes. Ja, szóval ez az egyik, hogy, hogy ráérzed a trendekre, meg tudod, hogy, hogy mi, mi tud ö, működni, és valószínűleg ez összefüggésben van, de érzed az embereknek az erősségeit, meg a gyengeségeit. És ö, mindkettő amúgy rendkívül mókás tud lenni, amikor látod így akcióban a, a, volt a volt az, egyik, az, egyik, volt forgatásom, ami rendkívül irritáló lányjal sikerült beszélni. Nagyon volt, nem volt. <laughs> jó volt. Mindegy, igazából csak annyi volt, hogy ilyen rendkívül tahó volt a lány, de próbált el maga, eladni magát nagyon kedvesnek, és úgy szolgatott be, és az Ádám pedig így nagyon megérzi, hogy hova kell szúrni, és így egy, 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 kérdést tett fel, is a lány az geci ideges lett, eddig csak minket próbált idegesíteni, de amivel meg így meglátszódik az, hogy, ott jó, tehát az, hogy az erőségeket is észreveszi Ádám, hogy ott volt az a közösség, ami a hat lépés volt, ami igazából tényleg csak a baráti társaságunk volt, abban is próbáltad azokat az embereket, akiket úgy érezted, hogy működnek, azokat olyan helyzetbe rakni, ahol működnek, és ahol, ahol jó őket nézni, hallgatni, és akkor így megtaláltad a hely, helyét az embereknek. Arra a csatornára még nem ért meg a társadalom. Nem tudom. Mindig tudtuk, hogy szórakoztató, Igen. nagyon jó vagyunk. van, hogy a magyar voltásra. YouTube az itt tart ahol, és ezt beszéltük is, mert Igen. azt látom, hogy volt egy búmi a magyar youtube-nak amikor egy csomóan híresek lettek mindenféle hülyeséggel, és ezzel nem sokan tudtak élni, mert a Youtube volt egy időben egy platform, hogy ó, ott aztán híres lehetek, hogy tudom, hogy csinálom baromságot, és úgy látom, hogy ennek a szele így kezd abba maradni, és most már tényleg kéne valami tartalmat is gyártani, hogy érdekesen fent tudja maradni. nem elég csak úgy. azt, hogy régen befutottam a kihívásokkal, vagy tudom is én, úgyhogy szerintem egyre inkább kell a tartalom itthon, a meg nem is izgalmas, ha valaki tíz évig ugyanazt csinálja, és szerintem abban próbálok, vagy hát majd egyszer biztos megöregszünk, és nem lesz ilyen, de hogy kísérletezni kell, és akkor kell kipróbálni új műfajt, és váltani, amikor még nem untak meg. És ez egy jól van, ez így, ez szerintem most jól, jó, jókor lett elkapva, aztán majd meglátjuk, egyszer majd elbasszuk, de hát... Öm... Nem majd szólni fog, hogy ki vagy rúgva, mert most már megunták az emberek Igen. ezt a formátumot, jövő héten meg fogják feljel, újra. Sokkal. Fel lehet jönni újra. Szerintem kísérletezni kell az a bizonyos zárjunk egy önkritikus blokkal, mert azt szeretem. Volt olyan kritika, ami betalált nektek, és változtatni szeretnétek a jövőben, ami sorral kapcsolatban? Én nem olvastam el azokat a kommenteket. Azokat rögtön ki van alatt. Nem, én, én, mindig attól tartok, hogy az ilyen iszonyú tényszerű tévedéseimre fognak rámutatni, meg hülyeségeket beszélek össze-vissza de közben meg kicsit engedem is el. Ettől tartottam leginkább az elején, aztán rájöttem, hogy tényleg egy napi műsorban basszus, ezt így nem lehet. De jó lenne valami olyan, olyan rendszert hozni, amiben mondjuk mondjuk minden napra, vagy, vagy mit tudom én, a hét egy napjára van egy olyan téma, amiből rendesen föl tudunk készülni, és így azt rendesen ki tudjuk vesézni, de az is lehet, hogy az egyszerűen nem ennek a műsornak a formátuma, és ez muszáj, hogy megmaradjon egy ilyen az a köpködős beszélgetésnek, amivel semmi probléma nincs, ez itt szórakoztató műsor, és hát majd... Szerintem azért nem úgy a jó, hogyha vegyíted. Hát igen, de érted, azért valamennyire Valamennyire már most is hozzuk ezt, meg alapból hozzuk ezt, mert megpróbálunk, mondjuk nem teg azzal, hogy nem vagyunk oldalhoz kötve, és hogy... De ez ő... nem lesz örökre elég, hogy jaj, mindig arra lehet mutatni, hogy mi mindenkibe belerúgunk. Hát De nem... akkor csinálunk egy másik műsort, érted? Szóval ez... Majd kitalálod Ádám, A... jól van? Majd azt én kitálom jó. Hát van persze kritika, ami jogos, de mondjuk én a kommentekről próbálok leszokni, mert ott azért ritkább a jogos, meg inkább azt csesz fölött, hogy valamit egyértelműen félreértenek, vagy hülyeséget magyaráznak. Az a baj, hogy egy, mondjuk egy bizonyos szám fölött ez egyszerűen ízlés lesz, egy csomó dolog, amit nem, nem biztos, hogy így magadra kell venni, hogy neki nem tetszik, hogy politikáról beszél, neki nem tetszik, hogy a a világról beszélni. neki nem tetszik ez a műfaj, neki az nem tetszik, az nem. Szerintem fejlődni kell, én mondjuk, mondok egyet, nem tudok beszélni, azt most próbálok beszélt tanárhoz, elmentem, most elkezdtem. De nyilván jobban utána kéne járnunk dolgoknak, egy csomószor, néha egy kicsit szedetvedettem, van összeszedve a műsor, és akkor majd élőben hát, ha lehozzuk, és akkor majd megmenti a sün a vágásnál, mindig váltál be ez, ez, a, ez a mondás. De a nap végén szerintem nekünk kell érteni ehhez, nem a kommentelőknek. Nem a, úgyhogy azt kell, hogy mi tudjuk, hogy nem tudom, mivel kell fejlődnünk, nem megelégedni valamivel, hogy jó, ez már így lesz, hanem mindig megpróbálni fejleszteni, aztól érezzük, hogy ez lehetne Igen. fejleszteni. Igen, csak ugye... Csomószor majd új emberek kellenek, mert nem lehet a végtelenségig az idő, de. Hát egyelőre, ugye, tényleg, 24 óránk van, vagy hát nem 20 óránk van két rész között mindenre az életünkre, és a, arra, hogy azt a, az új részt is összerakjuk. És, és igen, és mellette a fókuszcsoportra is ma is néztük a, a remek kontentet. Jó volt az. Uff, va valami ilyen zárót, előbb még itt volt a nyelvem hegyén, is. Hát, elszállt. Hát ez ezt is meg tanulnod, Olyan szép mondat lehetett. <laughs> rendben volt, mert itt a szép zárásodat elcsesztem. Ez szokásos, de nem, nem. Nagyon jó vagy csak. Mondja egy okosat. Okos. És zárjuk le úgy az adást, ahogy ti amúgy leszoktátok zárni, csak belepofátlankodok az elején, és kibaszom mi is mint amit szóltok. <gül> <gül> és most betartom a fogadalmamat, és tényleg lesz promo és content a csatornán. Hogy... Jakabnak meg meg kell tanulni a közösségi médiát kezelni, ez mondjuk <laughs> lehet. Tanulni rávenni kell magam, de... <laughs> én de várom a TikTok videóidat. Készül. 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 Sziasztok, ez itt a Bezzeg az én időmben podcast. Mi itt leszünk? Ne, várjál el azt. Ah, 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 jó, oké. Okay. Felhívjam a nagymamámat, hogy segítsen megtanítani. szívesen szíves. Telefonkezelés. De nyomom. Sziasztok, ez itt a Bezzeg az én időmben podcast. Mi itt leszünk? És ti? Itt lesztek? Na, ja, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Az adást Bíró Dániel kollégámmal szerkesztettük. Lőrinc volt a hangmérnök, Kili Zsannának köszönhetjük a grafikát. Kövessetek minket a social media platformjainkon, Bezzek Podcast néven, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Nem hát, tudom. Hát, hát most már mondtátok. Jó, jól mondtuk. <laughs>